napirendi pont elfogadásáról tárgyal a képviselőtestület. A javasolt témák tárgyalását sem tudta elkezdeni a közgyűlés, mert bár az Éjjel-Szekszárd frakció kérte a testület összehívását, mégis ellehetetlenítették a munkát percekkel a kezdés után. A fideszes képviselők elfogadták az egy napirendi pont tárgyalását, az ész képviselők pedig nem szavaztak, tehát tartózkodtak így a szavazástól, és erre tekintettel 7-7 volt a szavazatirány, így a napirend nem került elfogadásra, tehát a közgyűlés összességében úgy döntött, hogy mégsem kívánja tárgyalni azt a napirendi pontot, amit az ész képviselők kezdeményeztek. Az a döntés született, hogy a GVB vizsgálja ki. Már február végén döntött arról a közgyűlés, hogy az Éjjel-Szekszárd által kezdeményezett előterjesztést, ami kapcsán az ész most tartózkodott. A Bomba Gábor vezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kivizsgálja, ez viszont idáig nem történt meg, így azt most nem lehetett tárgyalni. Napirendi pontokra nem szavazott az Éjjel-Szekszárd frakció, ezért a napirendi pontok nem kerültek elfogadásra, így nem tudtuk tárgyalni a második napirendi pontot sem, a kutyamenhely kérdését, ami pedig elég fontos lett volna. Most politikai eseményt csinálunk itt a közgyűlésből. Ellenzéki kampány eseményé próbálta tenni a Tolnai megyeszékhely közgyűlési ülését az Éjjel-Szekszárd. Erről beszélt a Fidesz helyi frakció vezetője nem sokkal később. Máté Péter hasonló gondolatot fogalmazott meg tavaly decemberben is, amikor az ész tagjai szintén összehívták a testületet, majd a kezdés előtt egyszerűen kivonultak a teremből. Egy dolog látszik, hogy a város élete nem érdekli őket, csak a szereplés. Nem tudom, most távozik. Felálltak, majd kisétáltak a teremből az Éjjel-Szekszárd tagjai 2021 végén. Akkor is a mostanihoz hasonló esetet idéztek elő, összehívták a közgyűlést, majd a kezdés előtt megakadályozták, hogy ez döntéseket tudjon hozni a Szekszárdot érintő ügyekben. Pénteken ismét olyan előterjesztésről kellett volna szavazniuk, amit ők maguk nyújtottak be. Mégis tartózkodtak már az ülés legelején, amit emiatt nem is lehetett folytatni. Kötelessége elkészíteni. Mint ahogyan minden közgyűlés után, most is szerettünk volna interjút kérni az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjétől. Kíváncsiak lettünk volna, mivel magyarázza, hogy összehívták a képviselőtestületet, majd miután kiderült, hogy az általuk kezdeményezett napirendi pont tárgyalásához szükséges előkészítő munkát egyszerűen nem végezték el, megakadályozták az érdemi munkát. Bomba Gábor viszont egyetlen kérdésünkre sem volt hajlandó válaszolni.